A József András Oktató Kórház közel 80 dolgozója készítette el új eszemély igazolványát hétfőn a kórházba kitelepült kormányablakban. Azért is fontos számukra az eszemély kiváltása, mert jövő hónaptól indul el a házi orvosok, járó beteg és szakrendelők, patikák és nem utolsó sorban a lakosság számára az internet alapú komplex, interaktív adatbázis, az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér. A szolgáltatás egyik feltétele, hogy minden olyan egészségügyi dolgozónak rendelkeznie kell eszemélyvel, aki az ESSZT-hez kapcsolódóan betegadatokat fog továbbítani. Fontos dátum egyébként ugye a november 1-e, amikor ugye az EST be fog állni és működőképes lesz. Ugye ez egy olyan szolgáltatási tér, amelyben mind az egészségügyi dolgozók, mind pedig a kórházakban, mind a járóbetegellátásban, mind pedig a gyógyszertárakban dolgozó személyek, ugye most már elektronikus személyigazolványok segítségével tudják a beteg adataikat rögzíteni, illetve innentől kezdve mind a vényeket, mind pedig ugye a gyógyszerfelírásokat ezt teljesíteni és rögzíteni. Dr. Adorján Gusztáv volt az első, akinek hétfő reggel elkészítették az új eszemélyigazolványát a mobil kormányablakban. A főigazgató elmondta, az új informatikai rendszer a hatékonyabb egészségügyi szolgáltatás segíti majd. Olyan fajta betegellátás biztosít, amikor a beteg adatai bárhol megtekinthetőek lesznek, majd az ország bármelyik területére megy, hisz az orvos egy azonosítóval tud belépni, ez a bizonyos eszemélyigazolvány, illetve az egészségügyi szakdolgozók isnak egy bizonyos csoportja, akik közvetlenül részt vesznek az ellátásba, ők rendelkeznek ezzel, és praktikusan az egész országra ki lesz terjesztve, tehát bármely kórházban bekerül valaki, vagy rendelőbe, akkor ott utána nézhető a kórelőzménye. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal kiemelt ügyként kezeli az egészségügyi dolgozók okmányigényléseit, ezért a mobil kormányablak kitelepülésén túl dedikált idősávval és ügyintézői ablak megnyitásával segítik az eszemélyi ügyintézését.